Begurult az első orosz személyvonat a Krím legnagyobb városába, Szevasztopolba. A szerelvény Szentpéterváról érkezett a 2014-ben Oroszországhoz csatolt félszigetre. Fogadására nagy ünnepséget rendeztek. Először érkeztem ide vonattal. Ez fantasztikus, nagyszerű érzés. Annyira jó vonattal utazni ide, hogy még annál is nagyobb a buli, mintha új év lenne, mondta az egyik utas. A vonat a Kercsi szoros feletti 19 kilométeres új hídon kelt át a Krímre. Ez Európa leghosszabb vasúti hídja, és évente 14 millió utast szolgál majd ki. A hatalmas építményt Vlagyimir Putyin orosz elnök avatta fel hétfőn. Az Egyesült Államok és az EU elítélte a Krím Oroszországba integrálásának újabb lépését. Az ukrán főügyészi hivatal pedig törvénytelennek nevezte a Kercsi szoros feletti vasúti közlekedés megindítását.